Ha a kutyánkra nézünk, megérintjük, megsimogatjuk, vagy csak gondolunk rá, szeretet és boldogság hormon szabadul fel a szervezetünkben. Ezt vallja Társi Diana, aki szerint a házi kedvencek sok örömteli pillanattal gazdagítják életünket, főleg ezekben a vészterhes időkben. Most az erről készített összefoglalón következik, mutatjuk. Az első kisállatomat, aki ugye egy kutyus volt, őt nagyon hamar elvesztettem, 15 hónaposan ő szívinfarktust kapott, és számomra ez egy akkora törés volt, egyáltalán nem számítottam rá, hogy tényleg akkor úgy éreztem, hogy hiába az ő iránti szeretetem és a veszteség, de én másnap mentem egy másik kutyusért, akit úgy éreztem, hogy akkor tudok hasonlóképpen szeretni, vagy hát ugyanúgy szeretni, mint őt. És akkor döntöttem azt el, hogy én soha többé nem fogok úgy maradni, hogy nem lesz ott egy kutyus, akit én szerethetek, és aki viszont szeret önzetlenül. Úgyhogy mindezek után én magamhoz vettem még egy kutyát. Innentől hát megindultam úgymond a lejtőn, vagy hát inkább azt mondanám, hogy emelkedőn, mert már nem volt kérdés az, hogy mondjuk egy harmadik kutyust, egy negyedik kutyust, vagy akár 10 kutyát is hogyan is tudok egyszerre ugyanolyan módon szeretni, és hát utána pedig egy egész menhelyi állatért vállaltam felelősséget, meg nyilván utána a későbbiekben az ebrendészeti telepen is van jó néhány kutyusunk, akiért szintén én vagyok a felelős. Nekem volt az életemben egy olyan időszak, amikor meg kellett válnom a 3 kutyusomtól, de nem úgy váltam meg tőlük, hogy gyakorlatilag nem foglalkoztam velük, meg nem tudtam azt, hogy majd az életem részei lesznek a későbbiekben. Emlékszem arra a napra, és bocsánat, elérzékenyülök, amikor mentem értük, és egy év 2 hónapja ők akkor nem is láttak engem szándékosan, mert nem akartam sose felidegesíteni őket, hogy megyek, jövök, nem tudták volna azt hova tenni, hogy én akkor miért nem viszem el őket, vagy miért nem maradok ott. És meghallották az autómat. És aztán meghallották az én hangomat, és sikítoztak mind a 3-an, és annyira boldogok voltak, hát rólam nem beszélve. Amikor megöleltük egymást, mert szó szerint mind a 3 kutyámmal megöleltük egymást, és onnantól én soha nem eresztettem el fizikálisan sem a kezüket. Hogyha egy kutyára ránézünk, vagy hát mondjuk a saját kutyánkra ránézünk, őt megérintjük, megsimogatjuk, vagy egyáltalán csak gondolunk rá, akkor olyan hormonok szabadulnak föl a mi szervezetünkben, ami ugye a szeretethormon, illetve a másik pedig a boldogsághormon. A kutyáknál a boldogsághormon nincsen jelen, viszont a szeretethormon igen. És ezt a szeretethormont, ugye mivel elárasztja a szervezetüket, akkor azonnal kifejezésre kerül az a fajta szeretet, amit ők éreznek felénk. Abból a szempontból nagyon jó tényezők a mi kis életünkben, hogy oldják a különböző feszültségeket, a szorongásokat, akár a depressziót. Úgyhogy igazából az, hogy ők a mi életünk részei, azért mi csak hálával tartozhatunk, mert ők ott vannak, ők érzik azt, hogyha mi rossz paszban vagyunk, ők érzik azt, hogyha szomorúak vagyunk, ha segítségre van szükségünk, támaszt adnak, és hát az ő szeretetük az hű, az mindenképpen hű.
És itt a stúdióban személyesen is köszönhetjük Társi Diáciadia ismét, és hoztál egy örökbefogadható kutyust magaddal újra. Sok szeretettel köszöntjük őt is, ő a Maki nevet viseli. Bori, az teljesen elolvadt, úgyhogy most egy kicsit őt elvesztettük. Na, akkor egy kicsit mutassuk be Makit, jó? Hogy mit kell róla tudni? Hát azért is hoztam őt el, mert őt még kölyök korában mentettük a szüleivel együtt, illetve két testvérével együtt, és a három testvér közül ő élte csak túl, ugyanis az egész család, ezzel nagyon ritkán találkozunk, szó szerint ugye rühatkásak voltak. Aha. Tehát nagyon-nagyon csúnya igen, most volt is észrevette a szőzetük, magát a ugye a bőrük, és hát ő mindösszesen 3 hetes volt ekkor, úgyhogy nem csoda, hogy sajnos a testvérkéi nem élték ezt túl. Ez mennyire ritka vagy éppen gyakori betegség az állatoknál? Hál' Istennek nem olyan gyakori, és nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy mondjuk telefonál valaki nekünk, hogy úristen, az ő kutyusa biztos rühös, vagy talált egy kutyust, és biztos, hogy rühös. És hát mivel én lassan 16 éve vagyok az állatvédelemben, azért elég sok állatkával találkoztam már, mindösszesen 3 olyan eset volt, amikor valóban rüatkáról volt szó. Így van, ezért nyilvánvaló, hogy olyankor megpróbálunk bizonyos kérdéseket feltenni, amik esetleg arra utalhatnak, hogy csak pusztán egy bolhák cémáról beszélünk, vagy mondjuk szőrtűző atkaságról, mert hogy azoknak is azért vannak komoly tünetei, viszont nyilvánvaló, hogy azért nem azok a fajta tünetek, hogy tényleg minden emel tiszta, véres, meg varas, és nagyon-nagyon... Mik a kezdeti tünetei, hogyan vegyük észre? A rüatkára gondolsz. Hát igazából, hogyha egy állatot megfelelően kezelünk külső és belső parazita ellen, akkor ez nem lehetséges. Tehát igazából mi mindig a prevencióra helyezzük a hangsúlyt, hogy igenis, ugye a bolhák azok jelen vannak egész évben, tehát attól függetlenül, hogy mondjuk télvíz van és jéghideg, a bolha az létező dolog. Nyilván a kullancsok is jelen vannak, mert most már nagy túlélők, és ugye mindenféle kereszteződésekkel találkozunk, de ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy az ritkább. Úgymond megvan a szezonja, de hát ezek ellen is ugye védeni kell az állatokat, illetve hát most ugye a legújabb, ami nem annyira új, de még nagyon sokak számára új, ez a szívférgesség, bőrférgesség, amit ugye bizonyos szúnyogfajták terjesztenek, ami azt jelenti, hogy ezek délről érkeztek ugye országunkba, elérték sajnos ugye Magyarországot évekkel ezelőtt, és egyre több a diagnosztizált eset, akár bőrférgesség, akár szívférgesség kapcsán. És azt kell tudni, hogy ilyenkor mindig tényleg bepánikolnak a gazdik, hogy úristen, szívférgesség és hogy bőrférgesség. A bőrférgesség az veszélyes emberre, de az úgy veszélyes emberre, hogy nem az állat által, hanem ugyanúgy megcsíphet minket egy olyan szúnyog, ami ezt a fajta betegséget terjeszti, illetve a szívférgesség az viszont kizárólag állatokra veszélyes, ami azt jelenti, hogy ebből nyilván beletartozik a macska, a szarvasmarha, és sorolhatnánk. Hogy egyébként milyen körülmények? Várja még egy kicsit, mert még Makinál tartottunk, még nem mutattuk róla, be a Makit. Azt hiszem, hogy kérdezni, hogy milyen körülmények között találtátok a családjával. Igen. Az ő családja, tehát a szülei, azok beköltöztek, és őket is bevitték egy családnak a nyitott portájára, és ők kértek akkor segítséget tőlünk, hogy tényleg borzasztó állapotban vannak az állatok, és hogy tudunk-e segíteni. Ez egy másik település volt egyébként, de hát azonnal mentünk, mert hát tudtuk, hogy ez milyen veszélyes lehet, és hát azért azt kell tudni, hogy ha már ez a betegség felüti a fejét, akkor annak nagyon komoly és hosszú a kezeltetési ideje, amire teljesen egészséges lesz. Igen, és a szülei érdekes módon ők már gazdisok. Aha. És mennyi idős Maki? Most, Maki? Hát most olyan 8 év körül 8 van év ő, körül. Tehát ugye 8 éve van a gondozásunkban, de hát borzasztó, aktív, vidám,
imádja a kutyapajtikat, tehát mindenképpen olyan helyre szeretné, hogy kerüljön, ahol van fajtás, így van. És gyerekekkel, hogy viszont? Nagyon jól kijavuljuk. Hát ő például a menhelyünkön az egyik kedvenc a gyerekeknél, akik jönnek mondjuk kutyus sétáltatni, hogy akkor igen, Makit szeretnénk, akkor mindenképpen Makit vinnénk ki, hogyha lehet első körbe. Makiban milyen fajták vannak? Hát Jack Russell Terrier az biztos, hogy van, illetve hát abból kifolyólag, hogy a papa az tacskó keverék volt, így nyilvánvaló, hogy akkor valamiféle tacskó, és hát én megkockáztatom a csivavát is egyébként, ugye, úgyhogy vélhetően, de lehet ugye DNS-tesztet csináltatni, hogyha valaki szeretne, és képzeljétek el, hogy pont a múltkoriban egy tőlünk örökbe fogadott kutyusnak a DNS-tesztjét küldte meg a gazdi, aki képes volt azért fizetni, nem tudom, több százezer forintot. Teljes mértékig meglepődtünk azon, hogy milyen adatok jöttek, így van, nem is gondoltuk volna mondjuk, hogy egy vizsla van abban a kutyusban. Úgyhogy igen, ő egyébként nagyon kedves, meg nagyon értelmes. Na mindegy, szóval, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy az ő kutyusra már mondjuk keverék kutyusról van szó, szóval akkor tud megfelelő helyen hivatalos DNS-tesztet csináltatni, és akkor megtudja, hogy az ő kis kedvence az miből is tevődött. Maki, tökéletes példa akkor arra, amit a bejátszónk előtt is mondtál, hogy tőled idéztünk, hogy a kutyusok ontják magukból a pozitív energiákat, meg a szeretetet, akkor ő is egy ilyen kis kutyuska, úgyhogy reméljük, hogy ő is gazd is lesz hamarosan. Így van. Úgyhogy akinek felkeltett az érdeklődését Maki, de majd a közösségi oldalon is megosztjuk a képet szokásunkhoz híven, az jelentkezzen az Egri menhelynél, keresse társi diát, de akár bennünket is kereshet, és akkor mi továbbítjuk Dia felé ezeket a megkereséseket. Dia, köszönjük szépen, és bár azt ígérted, hogy cicát hozol, reméljük majd erre is alkalom lesz, hiszen nálatok cicákat is lehet örökbe fogadni. Így van, egyébként azért döntöttem kutyus mellett utolsó pillanatban, mert pontosan az volt a cél, hogy most az az idő van már, amikor ugye felmelegedés, és megjelennek ezek a úgymond külső élősködőket terjesztő lényecskék, és gyakorlatilag ez nagyon fontos egy felelős állattartónál, és egyébként Makin is van egyfajta nyakör, itt lehet látni, ez egy fehér nyakör, ez kifejezetten a különböző kullancsok, illetve bolhák, meg egyéb külső paraziták ellen szolgál. Mi azért eléggé körbejártuk ezt a témát, úgyhogy mi az egész menhelynek, meg az ebrendészeti telepnek is rendeltünk ilyen nyakörvet. Inkább nem is mondom, hogy milyen összegért. Igen, ilyen nyakörveket. Úgyhogy tényleg javasoljuk azt, hogyha nem szeretnék azt, hogy a kis kedvenc beteg legyen, akkor ezek ellen mindenképpen védekezzenek, illetve a cicákra csak fél mondatba visszatérve fogok hozni cicát is, mindenképpen. Úgyhogy majd egy kedves aranyosat, akit szeretnénk, hogy gazd is adjanak. Dia, nagyon szépen köszönjük, hogy ismét itt voltál. Maki, neked is sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy minél hamarabb gazdira találsz. Köszönjük szépen, Dia. Köszönjük szépen, sziasztok!